Egymást érték a jótékony állatbarátok itt a Pápai úti menhelyen szombat délelőtt. Az 5. állatok karácsonya rendezvényre nem csak a városból és a környező településekről, hanem Ausztriából és Szlovákiából is rengeteg segítő érkezett, hogy a hűséges négylábúaknak szebbé varázsolják az ünnepeket. Tömve voltak ajándékkal az autók, takarókból, pokrócokból, tápokból és speciális készítményekből sem volt hiány. Az Emberek az Állatokért Alapítványnak éppen ez a célja egy-egy ilyen kampánnyal, hogy a teljes kihasználtsággal működő menhelyen növeljék a gondozottak életkörülményeit. Ilyenkor sok látogató jön, igyekeznek egy picit belekukkantani a menhelynek az életébe, megismerni az állatokat, és ezáltal úgy gondolom, egyrészt az önkéntes segítőink száma évről évre gyarapodik, tehát akik kijárnak az állatok gondozásában, sétáltatásában részt tudnak venni, és ez nagyban javítja az állatok életkörülményeit. Idén 3 sátrat is felállítottak a telephelyen, az egyikben egy piac teret rendezett be az alapítvány, itt saját logóval ellátott termékeket is vásárolhattak a gazdik és az állatbarátok. A befolyt bevételt a fűtési költségekre, illetve gyógyszerek vásárlására fordítja a szervezet. És